Rendhagyó versenyt rendeztek a nyíregyházi Tekecsarnokban, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szervezésében 6. alkalommal mérték össze tudásukat 4 fős csapatok, ezúttal 11 együttes tagjai léptek dobóállásba. A hazaiak érmes reményekkel vágtak neki a versenynek. Mi mindig a dobogón szeretnénk végezni, de hát az nem a győzelem a fontos egy ilyen alkalommal, hanem inkább a részvét, az, hogy találkozunk egymással, barátságok kötődjenek, ismeretségek kötődjenek, annak érdekében, hogy majd, hogyha egyszer élesben kell beavatkoznunk, akkor már ismerősként tudjuk egymást üdvözölni, és így jobban fog tudni végrehajtásra kerülni a beavatkozás is. De egyébként nagyon nagy jelentősége van a fizikumnak a megőrzésében, tehát a tűzoltóink azért jöttek el erre a versenyre, mert érdekli őket a sport, érdekli őket az egészségük, és hát az az igazság, hogy nekünk szükségünk is van arra, hogy hosszú távon megőrizzük az egészségünket, mert nagyon sokáig kell még a hivatásunkat gyakorolni. A versenyzők többsége abszolút amatőr volt, azonban akadt olyan is, aki jelentős tekésmúltra tekintett vissza. Szuperligától kezdve az NBA egyik, sőt elmondhatom, hogy 2 nemzetközi megmérettetésen is részt vettem az elmúlt időszakban, viszont ezt a kezdeményezést, ami már úgy néz ki, hogy hagyományként kerül megrendezésre a nyíregyházi Teke klubban, ezt nagyon dicséretesnek és nagyon jó szándéknak tartom, hiszen egyre többen vagyunk az elmúlt időszakhoz képest, amikor egy 4 csapat részvételével zajló sportrendezvényről beszélhetünk. Most azért 11 csapat méreti meg a tudását, a lelkesedését beleadva, és igen sportszerű küzdelemmel azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes napot töltünk. A versenyt egyéniben Zombori Tünde nyerte, csapatban pedig Borsod Abói Zemplin megye válogatottja végzett az élen, megelőzve Szabolcs Szatmár Bereg és Veszprém megye együttesét.